Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. Szervusztok gyerekek, Szívós Károly vagyok, és ma egy indián mesét fogok nektek elmesélni. Az a címe, hogy a földi eper. Élt egyszer a Morgópatak partján egy indián a feleségével. Talán a szüntelen, halkan csobogó patak hangja volt az oka, talán a közeli siratószikla, amely minden egyes szélpuvallatra felsírt, s keservesen fütyült, hogy nem, az indián igen zsémbes ember volt. Folyton panaszkodott, beszélt, egész álló nap, egy percre el nem hallgatott volna. Nem úgy a felesége, aki csendes, nyugodt, békés természetű asszonyka volt. Az indián még vadászat közben sem tudott elhallgatni. Míg azt leste, hol bukkant fel egy szarvas, ha szarkát kepültek a feje fölött, ő meg nem állhatta, hogy gúnyt ne üzzön belőlük. Mindennek elmondta a szarkákat, mire azok feldühödtek, hatalmas lármát csaptak. Így aztán a szarvasok messze elkerülték a vidéket. Ez volt az oka, hogy az indián gyakran üres kézzel tért haza a vadászatból. Mintha keveselte volna a lármát, amit nappal csapott, az indián még éjszaka sem tudott nyugodtan aludni. Álmában is csak kiabált, morgolódott, és minden reggel rossz kedvűen ébredt. A feleségének egy perc nyugta nem maradt, míg aztán úgy döntött, hogy vége a türelmének, és világgá megy. Nem tudta, merre tartson. Ment, ment, ment. Elment súgó patak mellett. Mindig a nap irányát követte. Amikor az indián felébredt, keresni kezdte a feleségét. De nem találta sehol. Kereste itt, kereste ott, de sehol nem volt. Várt 3 nap és 3 éjjel, akkor belátta, hogy a felesége nem fog hazaérni. Aggódni kezdett. Elindult a patakhoz, hogy megkeresse a feleségét. De a patak nem akarta megmondani, hogy merre ment az asszony. Csak azt suttogta. Kövesd a napútját! Kövesd! Kövesd! Így is tett indiánunk. Megnézte a napot, és elindult, amerre a nap ment. Aztán egyszer csak megszólította. Hé, nap, merre találom a feleségemet? A nap igazat mondott. A feleséged az én utamat követi. Kelet felé tart. Már nagyon messze jár. Megbántottad őt. Nem akar visszajönni hozzád. Az indián nagyon elszomorodott. Kérlek, nap, könyörgök. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Ígérem, megtanulok hallgatni, és nem pörülök vele többet. Nem tudom, sikerülne rábeszélnem, felelte a nap. Ám ha valóban tiszta szívvel szóltál, s igazán meg akarod tartani az ígéretedet, talán segíthetek. Te addig indulj. Indulj el, amerre a feleséged ment. Talán majd félúton találkoztok. Az indiánnak megtelt a szíve reménnyel, kelet felé fordult, s egész nap, egész éjjel úton volt. Sem enni, sem pihenni nem állt meg. De mint hiába.
A felesége már nagyon messze járt. Egészen el is feledkezett róla. Meglátta ezt a nap, és gondolkodóba esett. Egyedül csak úgy juttathatom eszébe a férjét, ha visszafordítom az útját, gondolta. Csak akkor fog visszafordulni, ha olyasmit lát, amit eddig még soha. Azzal fogta magát, s meleg sugaraival szedret növesztett a földre. Az asszony, ahogy ment, mendegélt, egyszer csak meglátta a szedreket. Ó, de szép szedrek! Na de, mennem kell tovább. Így aztán elhaladt a szederbokor mellett. A nap gondolkodott, hogy vajon mivel állíthatná meg az asszonyt. És ekkor eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha epreket varázsolna. Úgy is tett. És hamarosan a föld megtelt pici kis epergubókkal. Mézédes volt a gyümölcs, és az illata nagyon hívogató. Jött az asszony. Hú, és meglátta a finom eperszemeket. Hú, megkóstolok egyet. Á, de finom! Bárcsak hazavihetném, bárcsak adhatnék belőle az uracskámnak. Na, gyertek, hazaviszlek benneteket az uramhoz. Azzal leszette, és elindult hazafelé. A nap éppen lenyugodni készült, amikor az asszony szembe találkozott az indiánnal. Ott jött az úton vele szembe. Rettenetesen fáradt volt. No, hát ekkor vajon mi történt? Az indián és a felesége összeülelkeztek, és mindketten megfogadták, hogy soha többé nem hagyják el egymást. Az indián azt is megfogadta, hogy nem pöröl, és nem morog majd. No, és az eper? Az eper azóta a kertük dísze lett, és valahányszor pörölnek, vagy veszekednek egymással, csak leszednek egy szemet, megeszik, és már is szent a béke. Itt a vége, fuss el véle báta székre, onnan vissza bátára, és ő a cica farkára. Egyetek ti is epret.